So. Sí. No. Gondja. Széva. Mert még lehet kicsit fertőn, mindegy. Na. Lassuk meg egy kicsit a lábbal. Kb. Így jó is. Na most nekem van egy olyan gondom, hogy be van gyulladva ezen a jobb fülemen a... Hogy hívjam? Dobhártyám. És kb. Sipol, fáj. Folyamatosan sipol, főleg, hogy a csönd van, meg hogyha hang van, akkor is elkezd sipolni. A fája hidegéri, fáj a hang, hangosan hallgatom zenét, kb. Majdnem mindig fáj. A másik pedig, hogy besütött a nap, kicsit zavaró, mindegy. Na, a más, első, hogyha valakinek van sipol a füle, nekem úgy kezdődött az egész, hogy szombaton, léptem ki, nem tudom mitől, elkezdte sipolni a fülem. Szerintem ha azt, hogy hangosan hallgattam a zenét is, meg a esőbe kimászkáltam az is, elkezdett sipolni a fülem egész nap, este fele. De kb. Úgy sipolt, hogy sipolt egy 5-10 perc, tehát elmúlt egy óra múlva megint sipolt. Este meg egész éjjel azt hallgattam, hogy sipol a fülem, és alig tudok aludni kb. 4-szer fölkeltem éjjel. Utána pedig másnap elkezdett már délután fájni is. Külcsöppet raktam, ugyanúgy fájt, minden, izé, ma reggel mentem dokihoz, a turkáló víz bassza bányultott a fülembe, fölít három gyógyszert, külcsöppet van, meg nem tudom mit ez, holnap elkezdem szedni, de nem ajánlom senkinek a izé, top háti gyulladást, ámilyen zsíros rohajom, tök jó. Tiszta zsír a hajam. Meg tegnap mostam hajam. Zsíros. Dálat. Képes tegnap mostam hajat, másik már is zsíros a dolg. Na mindegy. A lényeg az, hogy a dopág egy gyulladás nagyon szar, azt mondta, minden hónapban kihoz kéne vele menni, hogyha valakinek van ilyenje, mert egyre jobban elkezd fájni. Ja, mondjuk fáj majdnem egész nap. Most is. Egy kicsit be is van dugulva, úgyhogy. De most senki nem mondja doki, hogy gyomkodja, és akkor nem fog sipolni, nem próbálja, mert annál jobban fog fájni, az biztos. Vér nem gyűjt, az a lényeg, na, szerintem ennyi a videó, de lényege az, hogy milyen, hogyha valakinek izéje van, dobhártya gyulladásra. Elég szóval nem ajánlom senkinek, ezt már mondtam, és ugyanígy elkezdtem dörzsölni a fejemet is, na mindegy. Lényeg az, hogy legyen senkinek, nem tudom, mit törjük elő, de van, kész. A héten itthon vagyok, szerintem ez arányosabban lesz ugyanígy videó, megpróbálok minél többet, mert itthon vagyok egész nap, akkor tudok föltölteni cuccokat. Nem tudom, miről lesz videó, majd valamire csak lesz. Kontroller az ugyanígy itt van. Itt a kontroller PC-ről. Tegesztem, mindig nem adtam be a linket a unboxinghoz, de mindegy. Na, lényeg az, hogy most, hogy itthon vagyok egy hétig, szerintem több videó lesz. Megpróbál jobbakat, mert időm is van. Ezt keresek játékokat, letöltök, izé. Nem kéne döntögetni, mert fáj. Aztán majd lesz valami, nem tudom, hogy minden, miért mutogatok,
Nem tudom, de... Mindegy, már kezd hülyeség lenni az egész, úgyhogy szerintem legyen ez a videó. És hogyha nem mostok hajat, akkor ilyen lesz a hajatok. Nem kell, üzé, hajzselé. Haj, zsír a legjobb. Hogy megáll? Zsír csodákra képes, ne? Na mindegy, már eltértem megint a izét. Egy kamerától mindig előjön a pofászatnék. Mindegy. Mi az? Nem mondul a gyűlölés. Jó, bezsírosodott. Mindegy, ahhoz képest egy nap megmosom a hajam, mert utána megint bezsírosodik másnap, de... Mindegy, és kezem is már tiszta zsír. Mindegy, a lényeg az, hogy próbálok menni a videót, de nem tudom, hogy jobb. Lehet így jobb. Tök mindegy. Megpróbálok kézzel mindent a videót csinálni most, hogy itthon vagyok egy hétig, és dobhártyagyulladással. Nem fogok annyit izélni, nem tudom, zenét hallgatni, de mondjuk az kéne, mert sipol egész nap, és idegesít. Mindegy. Na, cső.